Na hát szavaztok, üdvözlök mindenkit, nem clickbait akar lenni a cím meg semmi, tulajdonképpen elmesélek egy sztorit nektek. Nem is tudom mikor, pár hónapja megkeresett az egyik ismerősöm, aki nem székesfehérvári, hogy kinéztek egy autót Székesfehérváron, és hogy szeretnék megnézni, esetleg elmennék-e velük, nem azért, mert én rohadtul értenék az autókhoz, de hogy tudnék olyan helyet, ahol esetleg átvizsgálják, stb. Messziről jönnének. Én azt mondtam, hogy persze, simán, szóljatok. Nem ezt mondtam. Inkább csak ajánlottam helyeket, mert én azon a hétvégén nem voltam itthon. Mindegy, nem fogom kivágni, tényleg így volt. És megkérdeztem néhány nap múlva, hogy sikerült-e. És akkor írták, hogy hát nem, mert rommá volt törve az autó valamikor már. És akkor küldik a képeket. És erről jutott eszembe, hogy tök jó lenne csinálni erről egy videót, nem nagyon láttam, biztos van, nem nagyon láttam még a magyar YouTube-on, hogy az ügyfélkapus gépjármű lekérdező cuccról bárki is csinált volna. Biztos, hogy volt tényleg, csak nem láttam, mindegy. Mielőtt rohadtul nem keresett meg engem a magyar kormány, a kormányablak, senki. De egyébként, hogyha ezért a videóért adnátok egy időpontot, mondjuk ilyen prémium időpontot, hogy ne 5 hét múlva tudjak menni különböző dolgokat intézni, ennek örülnék, de nyilván nem lesz ilyen. Na jó. A helyzet az az, hogy rá tudunk keresni arra az autóra, amit meg szerettek volna vásárolni, és eléggé kacifántos dolgokat fogunk mi találni. Az, hogy folyamatosan sikertelen bejelentkezést ír ki, technikai hiba történt, ezekkel nem lehet mit kezdeni, mert ez valamiért így van. Atyaisten, ez mi a jó istenem? Na szóval, ugye itt vagyunk, és akkor beírjuk a rendszámot, amit nem fogok megmutatni nektek, mert aztán még ebből nekem lesz bajom. Na szóval, itt vagyunk az autónál, amit kinéztek, és hát az a durva, hogy nyilván itt rendszám alapján tudunk rákeresni. Én nem tudok megoldást arra, hogy alvásszám alapján lehessen, hogyha valaki ilyet tud, az írja meg itt a komment szekcióban, mert akkor ugye a kár vertikál ebből a szempontból nem azt mondom, hogy haszontalan, de mondjuk olyan 99%-ban az. Na szóval, itt vagyunk, és látjátok, a jármű körözés alatt áll, a rendszámtábla körözés alatt áll, ez eddig nem volt egyébként itt, ez elég érdekes, mindeközben a jármű forgalomban van. És ha megnézitek, 11 eddigi tulajdonosa volt az autónak. És akkor itt is vannak ilyenek, hogy származás ellenőrzés és eredetiség vizsgálat, és akkor megfelelő, oké. Forgalomban tartás és forgalmazási korlátozás. A jármű forgalomban van, oké. Ez mind szép és jó, lesznek képek is egyébként, amit tudunk nézni. Itt ugye a műszaki vizsgákat látjátok, gyakorlatilag azt mondja, hogy 2010-től 2020-ig az összeset, mindegyikről külön-külön képet itt vannak, csak nem fogom megnyitni, mert tulajdonképpen azok nem létfontosságúak, hogy most megnyitogassam. Futás teljesítmény adatok. Azt mondja, hogy 14-ben volt benne 47 000 kilométer, aztán kacifántos úton, módon, de 2019-től, novembertől 2020-03-ig, hát belement egyszer sem ennyi, oké, utána aztán belement egy 230 kilométer, aztán hirtelen elkezdtek vele tolatni, ugyanis 850-ig eltűnt, aztán az maradt, majd visszaugrott, és megint mentek vele 880 kilométer. Tehát, hogy Na, szóval, hogy ez így már sejteti, hogy valami nem oké ezzel az autóval. És ugye az előtte lévőről meg nem tudunk semmit, nyilvánvalóan azért, mert külföldön járt. Miért csinálom én ezeket a videókat, srácok? Én... nem is srácok, kedves emberek, mert annyi mindenkihez eljut már ez a videó. Nagyon durva. Engem 2016-ban jól átcsesztek egy autóval, saját hibámból, nem néztem utána, stb. Az a lényeg, hogy hát egy klasszik dolog, azt mondta a
kereskedő, hogy nagyon jó, semmi baj, stb. Majd az autónak órán száján folyt az olaj, rengeteg pénz ráköltésével, most nagyon fullos az autó, de ez az én hülyeségem. És azóta én úgy gondolkodom, és elnézést, nem azért vakarózom, mert rühes lennék, csak kettő napja úgy leégtem, hogy most jön elő a vakarózás. Na mindegy, és azóta én úgy gondoltam 2016 óta, hogy szeretnék segíteni az embereknek, legalább egy kicsit felnyitni a szemet, vagy valami, a szemeket, hogy hát azért ne ugorjanak bele autóvásárlásba úgy, hogy nem néznek részletesen, tüzetesen utána egy-egy autónak. Úgyhogy tulajdonképpen ezért vannak ezek a videók. Na de, akkor vissza, azt mondja, hogy én... mondjuk ide jönnék, és látjátok, hogy kettő eredetiség vizsgálatról van itt dokumentum. Mondjuk ez érdekes, mert nem tudom, hogy csak kétszer adták el 2013 óta. Ez érdekes. Mert ha én jól tudom, akkor minden eladásnál, vagy hát minden autóvásárlásnál kell eredetiség vizsgálatot is csinálni. Ugye? Ez érdekes, hogy csak ennyi van. Nem inném, hogy kétszer, a 11 tulajból gyakorlatilag 2006 és 13 között volt 9, azóta meg 2. Na mindegy. Oké, hát akkor nézzük meg itt az előzetes eredetiség vizsgálatot. Azt mondja, a jármű alvásszáma eredeti, minden megfelelő, tuk-tik. És hát akkor nézzük meg a képeket. És hát, itt látjátok az autót, ami hozzátenném, majd mindjárt belemutatok egy-egy újabb képbe, rohadtul nem így néz már ki. Hát nézzétek meg ezeket a... Az A-oszlop az gyakorlatilag megsemmisült. Itt az ajtóról nem is beszélve, azt nincs az a glett, ami elviszi. Szerintem ez egy ilyen bukfencelős baleset lehetett. Ahogy látjátok, hátsó futóműve az autónak nem nagyon van. Na de, nem innétek el, hogy ebből még összehoztak valamit. Hoppá, itt a rendszám, ezt igényesen most ki is takartam. Oda néz, a hátuljából sem ütköző zóna, szerintem az nagyon nem maradt. És megnézhetjük ebből a csodálatos felvételből, ahol tökéletesen látszik az, hogy hát egy gyönyörű kabriót sikerült csinálni ebből az autóból, és én nem tudom, hogy ezt az autót hogy tudták összerakni. Oda nézzél. És egyébként azt szeretném mondani, hogy aki ezt az autót, figyelj, annyi kép van, mint az állat, aki ezt az autót helyrehozta, annak innen is a kis rompicsáját, mert hogy egy ilyen teljes mértékben totálkáros autóból, hogy valamit még összehozzon és eladja a barom, hogy hú, hát ez kész, megcsináltam. Úgy, hogy ez egy papírdoboz, tehát ebbe ha beülsz, és neked megy egy biciklis, rád hajlik az egész kaszni. Oda néz, igényesen bedobálva ide valami karosszéria elem, két dísztárcsa, amik gondolom nagyon fontos volt, mert mondjuk azok még pofás állapotban vannak. Gyakorlatilag az egész kuka elképesztő, de egyébként az a durva, ha bár lehet nem igényelte az ütközés, de nézzétek meg, az airbag az itt nem nyílt ki, ha jól látom. Tehát, hogy nem inném, hogy pikpak új kormányt tettek bele, gyakorlatilag az az airbag, lehet már nincs is, ki tudja hányszor volt ezelőtt már összetörve. Úgyhogy nyilván ez egy egyedi eset, nem mindig lehet ilyen szépen látni az előéletét a kormányablak ügyfélkapunk keresztül, de ez egy ilyen dolog, és ugye látjátok, hogy 2013-ban ilyen állapotban volt, és akkor most rámegyünk mondjuk a műszakira, itt van például a 2016-os, hogy ne menjünk túl messze, 3 évet ugrunk, és figyeld, az autó összeállt. Hogy a jó Istenbe csináltak megint egy autót, tehát hogy el nem tudom képzelni. Ne haragudjatok, egy nem várt bevágás következik. Itt vágom a videót, és közben, mondom, rákeresek, beírtam a Google-be, hát ha valamit kidob, mert szarrá van törve az autó, hogy esetleg nem egy nagyobb balesetbe
vett részt ez az autó. Beírtam annyit, hogy Renault Megane baleset 2013. Mert ugye az volt odaírva, hogy 2013-ban fényképezték úgy le. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy akkor tört össze. És találtam egy cikket, mégpedig képekkel, fának rohant a kocsi, meghalt a 19 éves fiú. A halálos karambol kedden éjszaka történt lábod közelében. Egy Renault Megane egy fának csapódott, nem sokkal este 11 óra előtt. Az autó vezetője egy 25 éves nagyatádi férfi, súlyosan megsérült és beszorult az autóba. Őt a tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki a roncsból. Az anyósülésen utazó 19 éves fiatalember belehalt sérüléseibe. A helyszínen is során megállapították, hogy a jármű nagyatád irányából haladt lábod felé egy egyenes szakaszon, mikor a nedves úttesten letért a menetirány szerinti jobb oldali árokba és egy fának ütközött. A járművezető szondavizsgálata negatív eredményt mutatott, a baleset miatt közúti baleset gondatlan okozása gyanújával indított eljárást a nagyatádi rendőrkapitányság. Egyelőre itt még nem is izéltem, elmondom, van ilyen, innen is, nyilván nagyon régen volt, 2011 novemberében volt, innen is, részvétem a családnak, igazából, hogyha ezelőtt humorizáltam volna, hogy kabriót csináltak belőle, meg ilyesmi az autóba, az tényleg ennek, tehát ezt nem is tudtam, meg nem is biztos, hogy az az autó, mindjárt mutatok képeket. Viszont akkor elnézést, és akkor hát tényleg részvétem. Na de, nézzük akkor a képeket. Itt van az első kép, és be is készítettem nektek ide. Nem, srácok, nem akarok összeesküvés elméletet, mondjátok el nyugodtan ti is a véleményeteket. Elképzelhető, hogy nem. Ugye közel kettő év telt el azóta, hogy ez összetört, és például annak betudhatnám azt, hogy eléggé bepárásodott az első fényszóró. Nézzük a következő részét az autónak. Itt ugye még nagyon nincsen hasonlóság, tehát például itt van ez a kis díszléc, ami itt már nincsen. Viszont például itt van az a meghajlás. Látjátok ezt a, remélem jól látjátok a felvételen, az ajtón a meghajlás, ami itt is látható, és itt van ez a kis karc, ami pedig itt is látható. De ugye attól függetlenül ez még nem biztos, hogy az. Na de nézzünk egyen lejjebb. Ugyanis itt van még egy kép. És itt, ami nekem egy kicsit több már, vagy több hasonlóság van a kettő között. Egy az, hogy hátsó futóműve itt sincs az autónak. Viszont amit itt észrevettem, sajnos takarja az ág. Viszont hogyha megnézitek az autó alját, mármint az ajtót, itt ezt, és ezt a részt, akkor jól látjátok, hogy gyakorlatilag ugyanúgy van meghajolva. Látjátok? És tényleg nem akarok ilyen összeesküvés elméleteket, csak érdekelt, és mondom, rákeresek. Itt ezen az autón van egy hátsó lökös, ami hát erről valószínűleg itt lerepült, nem tudom, hogy utólagosan visszatehették-e, ha esetleg az. És még itt is azt mondtam, hogy jaj, hülyeség, már ne csináljak erről videót. Ja, és mutatnám ezt itt. Nem nagyon látszik, de itt szét van nyílva az ajtó, és ha megnézitek, itt is szét van nyílva az ajtó. Az, hogy itt a... magamat hova tettem a képen, mindegy, ti már látjátok. Na mindegy, tehát látjátok, szét van nyílva. És nézzük a következőt. Ugye ez a felső kép, és ezt figyeld. Na most, figyeld, a legdurvább az az, hogy itt egy faág, és itt is itt van. Érted? És akkor mutatok még ilyet, nyilván ez a hátsó szélvédő keret, az is ugyanitt van. Ugyanígy, szinte ugyanígy. És ha megnézitek, a hátsó csomagtartó ajtó is, mintha ugyanúgy lenne itt meghajolva. De eltelt nagyjából két év a kettő között egyébként. Na de, itt van egy fémlap, ami valahonnan lehajolt, és itt látjátok már be van kicsit rozsdásodva, viszont itt még egy falevél van rajta, de ugyanúgy van oda hajolva, látjátok? És
hát nem is tudom, mit lehetne még nézni. Esetleg itt ezt a C-oszlopot, látjátok? Mintha ugyanúgy lenne meghajolva. De ez a faág, ami nekem nagyon árulkodik, hogy hogy lett pont ugyanott egy faág. És ha megnézitek, a hátsó ülés is itt így van, és itt is szinte ugyanúgy van ott meghajolva. Úgyhogy nem tudom, srácok, ezt csak így beletettem, mert baszkját, én itt ledöbbentem, hogy ültem, mondom, Atya Isten, ezen kívül itt már csak egy kép van. Viszont az anyós ülésen halt meg, és itt is, ha megnézitek, és az előbb a videóban is mutattam, de itt is látszik, az anyós ülés ajtaja itt is érintetlen. Tehát, hogy mindegy, ezzel csak azt akarom mondani, hogy tényleg rengeteg hasonlóság van, de ez a kép, ami nekem nagyon durván árulkodik. Úgyhogy ezt csak így beletettem, nagyon durva, hogy egy ilyen után megcsinálják az autót, és azt emberek még megvették. Atya Isten. Na jó, nézzük a videó végét. Nem tudom, hogy azt bármiféle rendelet előírja-e, hogy egy totálkáros autóból nem csinálunk egy újra használható autót. Ez valószínűleg szerintem semmi nem tiltja. Viszont én javasolnék egy olyat, hogy ha már itt, tehát a kormányablak, ügyfélkapu, nem tudom, miért mindig kormányablakot mondok, ha a kormányablakon ez látszik, akkor baszki, ne menjen már át a műszakin. Rá 3 évre, utána meg rá 2 évre, aztán megint 2 évre. Hogy a jó Istenben van az, hogy gyakorlatilag egy papírdobozt engednek menni az utcán úgy, hogy én nem értem. És hogy miért állt körözés alatt, az már egy nagyon jó kérdés. Úgyhogy ezzel a videóval ezt szerettem volna nektek megmutatni, hogy rá lehet így is keresni ingyenesen, hogyha van egy ügyfélkapud az autóra, nem muszáj neked kárvertikáloznod, mert tudom, az a legtöbb esetben nem mutat semmit, nem muszáj egyéb agyafúrt úton módon rámenni az autóra. Nyilvánvalóan ehhez elengedhetetlen, hogy mondjuk a kereskedő az feltegye a rendszámot is a hirdetésbe. Azért én azt látom, nyilván minden rohadt nap nézek én is új autókat, keresgetek, de mindent, mint egy idióta, mindegy. És én azt látom, hogy egyre több helyen találkozok rendszámos hirdetéssel, ami szerintem tök pozitívum. Úgyhogy örültem, hogy ezt így nektek meg tudtam mutatni. Nagyon vigyázzatok, mert ilyenekbe is bele lehet futni. És még lesz erről majd egy videóm a későbbiekben, ugyanis ennek azért van egy, hát egy másik oldala is, egy kicsit árnyoldala, amikor így elrontanak valamit ezzel kapcsolatban. Úgyhogy ha szeretnétek arról esetleg még egy videót látni a csatornán, akkor azt írjátok már meg nekem, mert akkor azt még megcsinálnám. Na, köszönöm szépen, hogy itt voltatok ebben a videóban, hogyha tetszett, akkor egy lájkot nyomassatok rá. Találkozunk a következőben. Remélem tudtam segíteni. Ne felejtsétek el, ügyfélkapu baszki. Jók legyetek. Hello, hello, szavaztok. As I sober, my run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling.